Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti magazinja. Felkészült az esetleges háborús helyzetre a Magyar Honvédség, nincs szükség külön NATO csapatok telepítésére. Erről is beszélt nemrég Nyíregyházán Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Erről és még sok másról esik szó mai műsorunkban. Nézzük a kínálatot. Megújult szociális intézmények Rozsájon és Fehérgyarmaton is korszerűsítettek. Fejlesztések Kállósemjénben idén is folytatódnak a beruházások a településen. Nincs háborús veszély, de fontos a honvédelem és haderőfejlesztés. Több szociális intézmény épülete újult meg a szatmári térségben. Rozsájon az idősek napközi otthona vált komfortosabbá, Fehérgyarmaton pedig a szociális központ épületét korszerűsítették. Az épületeket Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár jelenlétében adták át, aki nevelőszülőknél is járt. A politikus bejelentette, újabb pályázat segíti azokat, akik gyermekek időszakos nevelését vállalják. Nem egy, nem is kettő, hanem három kisgyermekkel is bővült Rozsájban a helyi lelkész családja a közelmúltban. A hármas ikreket Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár és Tilki Attila a szatmári térség országgyűlési képviselője látogatta meg. Tilki Attila hangsúlyozta, nagy vállalás ez egy családtól, amelyet ugyanakkor ma már a támogatásokkal segíteni tud az állam. Két gyermekes apukaként és egy unokával rendelkező nagyapaként is különleges volt számomra, hiszen életemben először láttam ilyen közelről hármasikreket. Nem lesz egyszerű feladat majd az édesanyának. Most még picik, most még egy kicsit kevesebb gond van velük, de hát ennek kell örülni, hiszen egy család, ahol korábban egy gyermek, most hirtelen négy fős családdá vált, és hogyha azt nézzük, az adó fizetés is, hiszen olyan kedvezményt biztosítunk a nagy családosok számára, akiknek több gyermekük van, hogy gyakorlatilag adót sem kell fizetni majd. Tehát itt ez, én úgy gondolom, hogy minden egyes család politikai kedvezménnyel a kormányzat azonban, hogy szülessen minél több magyar gyerek, hiszen mi el szoktuk mondani, hogy a világban jelentkező munka erő problémát mi nem idegenek betelepítésével próbáljuk meg elképzelni, hanem az arra kell odafigyelnünk, hogy a társadalomban minél több gyermek szülessen, és ehhez viszont a fiataloknak biztosítani kell azokat a feltételeket, amit egy állam tud biztosítani. Nyilván ugye itt a gazdasági erőképességétől függ, és ennek örülünk, hogy Magyarország ennyire tud segíteni a fiataloknak. Rozsáj következő állomásán már szalagvágásra is sor került. Átadták a település megújult idősek napközi otthonát. Az intézményben összesen 50 idős ember ellátását biztosítják. A belső felújításon túl új tetőt, új nyílászárókat és szigetelést kapott az épület. Fehérgyarmaton is megvalósult hasonló beruházás, ott csak nem 600 millió forintból a szociális központ épület részeit rekonstruálták, a forrásból pedig energetikai korszerűsítésre is jutott. Fülöp Attila államtitkár úrral adtuk át a felújított idősek napközi otthona épületét. A polgármester úr a képviselőtestülettel jelezte, hogy szeretnék felújítani, és nagyon örültem annak, hogy értő fülekre talált a minisztériumban a kérés, és támogatta államtitkár úr, de ha végig megyünk a térségben, akkor a következő állomás helyünk, ahova megyünk, az Fehérgyarmat lesz. A Fehérgyarmati Szociális Központnál is egyrészt területi operatív programból valósult megfejlesztés, másrészt pedig a gyarmati otthonban az a régóta várt lift építésére szánt összeg, és éppen talán a múlt héten, vagy az előtt való héten érkezett meg a szociális központ számlájára. Az idősek nélkül mi nem lennénk olyanok, mint amilyenek vagyunk, és ahogy a Szeressétek a öregeket című vers, az Óvecsei versben benne van, azt fogjuk kapni mi, a fiatalabbaktól, amit mi adunk az idősebbeknek, tehát ez nagyon fontos, hogy együttesen figyeljünk oda mindannyian az idősebbekre, akik nehezebb helyzetben vannak, mi oda is figyelünk, hiszen azt örömmel láttuk és érzékeltük, hogy a héten kapták meg a
13. havi nyugdíjat. Ugye itt ez az intézmény, amiről itt beszélünk Rozsán, ez egy olyan intézmény, ami abban segít, hogyha egy idős ember életében, amikor segítségre szorul, vagy egyszerűen társaságra van szüksége, akkor nappal itt tud lenni, nappal itt segítenek, nappal gondoskodnak sok mindenre, és egyébként haza tud térni a családhoz este, tehát nem kell elszakítani a családból. A családban tartást, a családok szociális biztonságát ezekkel az úgynevezett alapszolgáltatásokkal szeretnénk megerősíteni. Most országosan a Széchenyi 2020 program keretében mintegy 24 milliárd forintból közel 390 helyszínen újulnak meg ilyen típusú szolgáltatások. Természetesen ez azért fontos, mert a családok megerősítéséhez, a vidék megerősítéséhez hozzátartozik az ott élőknek a szociális biztonsága megerősítése is. Természetesen az a szféra, ami a szociális terület, ami a szociális, ami a gyermekvédelmi terület és az ott lévőknek, az ott ellátottaknak a biztonságát kell, hogy szolgálja, az folyamatos megújuláson és folyamatos támogatáson megy keresztül, nem csak az idősekkel kapcsolatban, hanem a fogyatékossággal élők között is elkezdődött egy olyan program, amiben a régi nagy intézmények helyett új, korszerű, családias, élhető körülmények közötti elhelyezést biztosítunk. Ez az összes infrastruktúrális fejlesztés, kiegészítve azzal, hogy január 1-től 20%-os bérnövekedés történt a szociális és gyermekvédelmi területen, azt a célt szolgálja, hogy ezt a nagyon nehéz munkát, amit gondoskodásnak hívunk, ami a másikra való törődés, azt ezen keresztül erősítsük meg. És ehhez szükség van természetesen azokra a szereplőkre, akik ezt segítik, mert ez nem csak az állam, hanem az önkormányzatok, a helyi civil és egyházi szervezeteknek is közös felelőssége, közös feladata, akkor tudjuk valóban gondoskodásban, szociális biztonságban tudni a családokat. Az államtitkár nevelő szülőknél is járt Fehérgyarmaton. Ennél a családnál az elmúlt évtizedekben csak nem 30 gyermeket neveltek fel ideiglenesen. A nevelt gyermekek is egy fontos terület a államtitkár úr mindennapjaiban, munkanapjaiban. Tehát meg fogunk látogatni egy olyan szülőt Fehérgyarmaton, aki több gyermeket nevel, hiszen fontos, hogy a gyerekek is egy adott közösségben legyenek, mint a közösség, a közösségépítés, az egymásról való gondoskodás és a család szerepe közösen, együttesen fontos számunkra. Fülöp Attila szerint folyamatosan támogatni kell a nevelőszülőket, akik egy újabb támogatást kapnak, pályázhatnak elavult háztartási eszközök cseréjére. Egy nevelőszülőnél jártunk, amely nagyon fontos a gyerekvédelemben. Tehát a gyerekvédelemben, amikor valaki a saját vér szerinti családjából kikerül, akkor vagy egy intézménybe, vagy mégis családi körülmények közé egy nevelőszülőhöz kerül. Mi az utóbbit szeretnénk lehetőség szerint minél inkább fejleszteni, erősíteni, szeretnénk családközpontú gyerekvédelmet építeni, mert ezeknek a gyermekeknek ezt tanítja meg a biztonságot, a hovatartozást. Ugye egy nevelőszülői család lét az azt jelenti, hogy befogad valaki egy addig számára idegen gyermeket, aki használja a lakást. Ez nyilvánvalóan fokozott igénybevételt szokott jelenteni. Ugye itt is hallottuk, hogy már több mint 30 gyermek átment a kezük között, vagy fölnőttek, örökbe fogadták őket. Ezért most kiírtunk egy olyan pályázatot, amelyben a nevelőszülőket foglalkoztató úgynevezett nevelőszülői hálózatok tudnak jelentkezni 266 millió forint értékben, alapvetően háztartási gépek cseréjére, illetve különösen azok a családok, ahol fogyatékossággal élő tartós beteg, nehezebb sorsú vagy nehezen kezelhető gyermekek vannak mondjuk pszichés betegség okán, ott fejlesztő eszközökre, gondozó eszközökre, annak a cserére, annak a fejlesztésére szolgáló támogatást szeretnénk ezzel segíteni. A anyagiakon kívül természetesen, ami foglalkoztatási jogviszony, a nevelőszülő jogviszony 2014 óta, szeretnénk segíteni azon, hogy az infrastruktúrát is tudjuk fejleszteni. Az államtitkár elmondta, a kormányzat számára a családközpontú gyermekvédelem a cél, a nevelőszülői hálózat erősítésével a prioritás az, hogy azok a gyermekek, akik a saját családjukból kiszakadnak, lehetőség szerint nevelőszülőkhöz kerüljenek. Itt a 35 perc című műsorunkban folyamatosan hírt szeretnénk adni a megyei települések fejlesztési terveiről, mivel februárban szinte mindenhol elfogadják az önkormányzatok idei költségvetését, igyekszünk meghívni műsorunkba a települések vezetőit. Ma Kálus Emén első embere, Belica László a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Akkor ezek szerint önök is elfogadták a költségvetést, a költségvetésüket 2022-re vonatkozóan. Így van, február 15-én a képviselőtestület ülésezett, és egy hangulag elfogadta az önkormányzat költségvetését. Mit lehet tudni a
sarokszámokról, egy nagyközség mennyiből gazdálkodik? Változó természetesen azért a községek gazdálkodása, ez nagy mértékben függ az adóbevételektől, illetőleg a saját bevételek nagyságától. Kálósemjént illetően 650 millió forintos sarokszámmalról tudunk beszélni. Azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy az önkormányzatunk, minden önkormányzat így tervez, így kell, hogy tervezzen, hogy hiány nélkül tudjuk végigvinni ezt az évet, tehát úgy osztottunk, szoroztunk, illetőleg a jogszabályi előírásoknak megfelelően tettük oda a bevételeket, illetőleg a kiadásokat, hogy az biztonságos működést eredményezze. A nagy községek sorában ez a 650 millió forint hol áll? Legyen egy kicsit oly kedves, és magyarázza el nekünk, hogy el tudjuk helyezni. Igen, adóerőképességről tudnék beszélni, tehát a településünk adóerőképessége az elmúlt éveket illetően egyre erősödik, tehát egy főre lebontott adóerőképességről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy önkormányzat vonatkozásában egy ilyen 8500-9000 forintos adóerőképesség az már, ami településünket illetően az egy jónak mondható. Az elmúlt évet illetően azt tudom mondani, hogy több adóbevételünk is lett, bár a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően azért itt a adóegyszerűsítés, iparűzési adóegyszerűsítés, tehát nem az önkormányzatnak, hanem ugye a NAV fele kell bevallani a iparűzési adót, ez egy nagymértékű emelkedést eredményezett, illetőleg az iparűzési adónál ugye a felezés, tehát úgymond a 50%-os felezést illetően is egy nagyobb adóbevétel jött a település, ez mindenképpen egy meglepő dolog volt számunkra is, ezzel már az idei évet is terveztük. Tehát akkor összességében az előző évekhez képest emelkedett a költségvetés? Igen. Igen, akkor ez mindenképpen jó hír. Így van, ugye ezt hozzá kell tenni, hogy maga az emelkedés az egyrészt az ágazati, másrészt pedig a törvényi béremelkedések révén is számon érhető, vagy tetten érhető, hiszen a kormányzat azért lefinanszírozza ezeket a béremelkedéseket, és ez nagy mértékben segíti az önkormányzatunk, illetőleg a településnek a működését. Akkor amikor azt mondta, hogy több bevétel is érkezett, vagy több csatornáról, akkor ezt értette ez alatt, ezt vagy is, más? Ezt is. És még mit? Azok a kiadási tételek, amelyet az önkormányzat finanszíroz, tehát itt a közvilágítást, vagy éppen a temetőüzemeltetés, vagy sok minden más, ezek cél feladatok, tehát ezekre pántlikázott pénzeket kapunk, forrásokat kapunk, ezt kifejezetten oda kell elköltenünk. Ezek a biztonságos működésünket, ez természetesen az évek folyamán ezt kialakította. Másrészt pedig valóban az, hogy akár a védőnőknél, akár a dajkáknál, lovónőknél, kulturális ágazatban dolgozóknál tapasztalt béremelkedésnek a forrása megvan. Voltak olyan kiadások, amelyekre most nemet kellett mondani? Ilyenek mindig vannak, ugye van egy hosszú lista, amit az intézményvezetők, illetőleg a képviselőtestület magáévá tesz, és itt megpróbálunk egy fontossági sorrendet felállítani, és a fontossági sorrendek alapján megyünk tovább. Hozzá kell tenni azt, hogy a mi önkormányzatunk úgy működik, hogy mi egy 5%-os dologi fékkel dolgozunk, amit az év utolsó negyedévében engedünk ki, tehát az intézményvezetőktől azt kérjük, hogy... A dologi kiadások az a rezsi például, ugye? Többek között a rezsi, felújítási költségek, illetőleg beruházások, amelyet az intézményvezetők, illetőleg az intézmények terveznek, és ezt az utolsó negyedévben szoktuk kiengedni. Mi ennek a lényege? Ez ilyen biztonsági? Ez a biztonsági tartalék, amit az intézményeknél lehelyezünk, vagy elhelyezünk. Akkor ez azt is jelenti, hogy az intézmény fenntartás az abszolút biztosított Kálósemjénben. Így van, az intézmények biztonságosan tudnak működni. Viszont ha jól tudom, azért próbálnak olyan lehetőségeket találni, amelyek növelik még pluszban az önkormányzat bevételét, bevételeit. És mint hogyha ezt a kormányzat is ösztönözné az elmúlt időszakban település szinteken. Valóban így van, gazdaságélénkítő program fut az országban, ennek a mi településünk is része. Ez a közmunkaprogramra épülő beruházást eredményez. Nem sok település büszkélkedhet ilyen jellegű pályázat elnyerésével, a mi településünk igen.
ez egy majd 200 millió forintos pályázati forrást eredményez. Itt egy betontörőgépet fogunk, darálógépet fogunk vásárolni az önkormányzatnak, illetőleg egy láncos forgórakodót, ami ezt a gépet majd kiszolgálja. Tehát ez az egyedülálló, tehát országos szinten egyedülálló, hogy önök beszereznek egy ilyen gépet. Nem tudok még olyan önkormányzatról, aki be tudott volna. Honnan jött az ötlet? Az ötlet onnan érkezett, hogy van egy Tisztítsuk meg az országot projekt is fut az országban, és ott azt tapasztaltuk, hogy a külterületen lévő mezőgazdasági utak mellett lévő fasorokban temérdek betontörmeléket talál az ember. Hogy az elmúlt időszakban azért a pandémia alatt nagyon sok lakos felújított, és a felújítást követően az ott lévő sittet nem rendszer szinten törvényesen elszállította, hanem megpróbálta adott esetben kivinni, illetőleg az önkormányzat területén, intézményeinél, illetőleg beruházásainál is keletkeznek ilyen jellegű sittanyagok, tehát betontörmelékek, ezeket összedarálva adott esetben útalapként fogjuk tudni hasznosítani mi is, illetőleg több önkormányzat. Kik a fő célközönség? Tehát akkor ezek szerint az önkormányzatok, akiket szeretnének ezzel a lehetőséggel megtalálni? A célközönség a piac. Tehát mindösszességében a teljes paletta, beleértve az önkormányzatokat is. Mennyi bevételt remélnek? Vannak már kalkulációk erre vonatkozóan? Igen, tehát amit biztosan kell a magának a projektnek a 5 év alatt futtatnia, az, hogy 3 embernek a bérét, 2 szakmunkás és egy segédmunkásnak a bérét mindenképpen ki kell, hogy termelje, illetőleg a gépnek az amortizációs költségeit. Gondolom azért jó lenne, ha lenne haszon is rajta. Természetesen azért dolgozunk. Térjünk egy kicsikét ki az önkormányzat intézményeihez. A nevelési intézmények sora gyarapszik. Ugye egy bölcsöde is létesül, amelynek a hivatalos átadása hamarosan meg is fog történni, hogyha jól tudom. Így van, a következő hónap közepén, derekán szeretnénk átadni ünnepélyes keretek között a bölcsödénket, az eszközbeszerzéseink azok befejeződnek a napokban, illetőleg már nagyon sok eszközünk érkezett, némi terepmunka, és akkor tudunk egy szalagot átvágni végre. Hozzá kell tenni azt, hogy a kormányzati segítséggel sikerült ezt a bölcsödét felépítenünk, illetőleg berendeznünk 160 millió forintos bruttó összegben. Ez egy majd 900 négyzetméteres épületről van szó, tehát a mai építőanyagárakat, illetőleg építési költségeket, hogyha számításba vesszük, illetőleg visszaosztjuk, akkor egy elég kicsi szám fog kijönni, de mindösszességében az épületünk áll, és gyermekünk is van, tehát ebből kifolyólag már legalább egy csoport, több mint egy csoportnak a beindítását már biztosan tudjuk vállalni. Szeptembertől akarják indítani, vagy már korábbi is, hogyha van? Minél hamarabb szeretnénk, hiszen hatalmas igény van a településen a bölcsödei férőhelynek a bővítésére. Jelenleg mini bölcsödét működtet a település, de ezt kinőttük már. És az óvodát is bővítik. Egyrészt szeretném bővíteni, a Top Plusz megyei forrásban erre adtunk be pályázatot, hiszen látható a gyermek létszámnak az alakulásából, hogy egyre több gyermek születik éves szinten, tehát 44 volt emlékeim szerint a tavalyi évben a született gyermekeknek a száma, hál' Istennek nem volt elhunyt gyermek, és ez azt eredményezi, hogy kinőttük a 4 csoportos óvodánkat, és egy újabb csoport beállítására van szükség, valamint egy tornaszobát is szeretnénk természetesen a gyermekeknek a rendelkezésére bocsátani, de ezt megelőzően az idei évben pedig az egyik óvodai épületünk energetikai korszerűsítése fog megtörténni. Vannak még tervek erre az évre vonatkozóan, csak hogy beszélgetésünk végén is térjünk ki erre mindenképpen? A Magyar Falu, illetőleg a Top Plusz forrásokban az önkormányzatunk igen aktív volt az elmúlt heteket illetően. Amit ki tudnék emelni, hogy szeretnénk azt elérni konzorciumban, hogy Kálós Emin és Mária Pócs között a kerékpárút összekötésre kerüljön, másrészt pedig a Magyar Falus pályázataink tekintetében a önkormányzati temetőnek a fejlesztése, a játszótérnek a kialakítása, a közterületi játszótérnek a kialakítása, a hivatalnak a átköltöztetése, az utak rendbetétele, ezek belterületi és külterületi utak rendbetételére vonatkozóan adtunk be pályázatokat.
rendezvények szintjén gondolkodnak 2022-ben? Minden évben egy rendezvénynaptárat állítunk össze, ez nem csak az önkormányzatot érinti, hanem hozzá kell tenni azt, hogy a civil szervezetek, az egyházaknak a bevonásával és a rendezvények vonatkozásában egy elég nagy, markáns naptárat sikerült idejében is összeállítanunk, illetőleg azt tudom mondani, hogy az idejében a falunapunk az augusztus 19-én és 20-án kerül megrendezésre. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Magyarország érdeke is, hogy a NATO párbeszéddel enyhítse az orosz-ukrán feszültséget. Többek között erről is beszélt Benkő Tibor honvédelmi miniszter nyíregyházi látogatása alkalmával. A tárcavezető elmondta, Magyarország jelenleg nincs közvetlen háborús fenyegetettség alatt, de a magyar honvédségnek is készen kell állnia. Ehhez a miniszter szerint jó alapot ad, hogy a 2017-ben indított honvédelmi és haderőfejlesztési program a tervek szerint halad. Tavaly augusztusban a Nyíregyházi Egyetem területén adták át az ország második honvéd kollégiumát. Az intézmény azt a célt szolgálja, hogy a katonai életpálya iránt érdeklődők már a középiskola első évétől részletesebb honvédelmi nevelésben részesüljenek. Alig két hónappal ezelőtt egy másik fontos beruházás is elkészült. Újfehértunk kezdte meg működését az ország első honvédelmi sportközpontja. A beruházások a honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében jöttek létre, amelyről Benkő Tibor honvédelmi miniszter tartott előadást Nyíregyházán. A legfontosabb célkitűzés nem változott, tehát amit 2016-ban megfogalmaztunk, hogy Magyarországnak legyen egy erős, ütőképes magyar honvédsége, a legkorszerűbb, legmodernebb technikai eszközökkel felszerelve, és hát a hazájuk iránt elhivatott, elkötelezett, lojális, jól kiképzett katonákkal. Ez a fő célkitűzés, ez minden magába foglalja, ez magába foglalja ugye azt, hogy van egy honvédelmi program ebben a fejlesztésben, amely magáról a katonáról, a katonát körülvevő világról szól, a honvédség és a társadalom kapcsolatáról szól, a hazafias honvédelmi nevelést foglalja magába, mindaz, amely biztosítja azt, hogy a jövőben még több katona álljon majd rendelkezésünkre, elhivatott, elkötelezett katona. Ennek a haderőfejlesztési része pedig a technikai eszközök beszerzéséről, hadrendbeállításáról, a kutatásról, a fejlesztésről, az innovációról szól, és hát a magyar hadipar megteremtéséről. Tehát ezek azok a fő célkitűzések, amelyek motiválnak minket. Terv szerint haladnak a légierőt érintő fejlesztések, így a kiképző repülőgépek, a csapatszállító repülőgépek és a forgószárnyas hadi flotta is rendelkezésére áll a honvédségnek. A szárazföldi harcászati eszközök területén is jelentős előrelépés történt. Kézi fegyverekből és páncéltörő rakétaeszközökből, valamint harckocsikból is szerzett be Magyarország. A honvédelmi miniszter beszélt továbbá arról, hogy a magyar honvédség létszáma az előző évtized közepén mélypontját élte, ezt a romló folyamatot az oktatás újraszervezésével és az illetmények emelésével lehetett megállítani. Évtizedeken keresztül azért a honvédség leépítésének lehettünk részesei és tanúi, és ez azt jelenti, hogy itt 2007-re mintegy 23.950 fő maradt a magyar honvédségbe, és bizony ezt újra kellett építeni. És ez a folyamatos leépítés azért azt is eredményezte, hogy ez morálisan is hatott nem csak a katonára, hanem a társadalomra is. Hiszen a társadalom is azt látta, hogy hát van itt valami katonaság, de hát ott az embereket nem becsülik meg, az embereket utcára teszik, és nem tud egy életpályát befutni. Tehát ez morálisan rendkívül nehéz helyzetet teremtett. És azt kell mondani, hogy 2010-ben hiába is próbáltunk újraindulni, ez nem ment, mert az ország gazdasági helyzete nem biztosította azt, hogy a honvédség fejlesztésére fordítsunk, tehát tovább haladtunk ezen a lejtőn egészen 2015-ig. 2015-től tudtuk elindítani azt az életpálya modellt, amelyben a katonát helyeztük a középpontra, mint ahogy korábban is beszéltem róla, és a katona elismerését, elsősorban most az anyagi elismerését, az illetményét megemeltük. 13 év nélkülözés után kapott egy átlagban egy 30%-os illetmény emelést,
és 15-től kezdve ezt folyamatosan végezzük, tehát megteremtettük az anyagi megbecsülésnek az alapjait, és ez azt is eredményezte, hogy elindultunk fölfelé abból a szakadékból, ahová kerültünk, és azt kell mondani, hogy 2016-tól folyamatosan tudjuk növelni a katonai szervezeteknek a létszámát. Nagyon fontos az, hogy érezzék a fiatalok, hogy a Magyar Honvédségnél megtalálnak minden lehetőséget. A legkorszerűbb, legmodernebb technikai eszközök, a 21. századbeli technikai eszközök, eljárások és módszerek és a kutatás és a fejlesztés lehetősége. Ez azt mutatja, hogy megindult egy bizonyos vonzalom a katonai pálya iránt. Ez pedig azt is eredményezi, hogy ha van vonzalom, akkor a jobbak, egyre jobbak lesznek, mondjam úgy, a jelentkezők, akik a honvédelem ügyét választják. Ehhez természetesen a kiképzés, az oktatás, a felkészítés rendszerét is hozzá kell igazítani, és most ott tartunk, hogy a fiatalok megszólítása ennél a kadétképzésnél megkezdjük a katonai pályára történő orientálását a fiatalnak, és megismeri azt, hogy a Magyar Honvédségnél milyen szolgálati lehetőséghez jut. Tehát ha ő ezt a hivatást választja, akkor hogyan tud érvényesülni a katonai pályán. Ez a képzés, ez pedig mind Magyarországon, mind külföldön biztosított, tehát az egyetemi képzések tekintetében nagyon széles körűen tudunk mozogni. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy a katonai pályára nem csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi honvéd tisztképző karán keresztül lehet eljutni, hanem más polgári egyetemi végzettséggel is. Tehát mi kiépítettünk egy olyan rendszert, amire azt mondjuk, hogy ez a katonáknak tulajdonképpen egy karrier katonai pályát biztosít, tehát karrier tisztek lehetnek. Mert kiépítettük, pontosabban nem kiépítettük, hanem bevonjuk ebbe a polgári társadalomból a mérnökképzésben résztvevőket, az orvosképzésben résztvevőket, és őket, akiket nem katonai pályán kell megtanítani, és az ő tudásukat felhasználva ők lesznek a specialisták. Tehát vannak karriertisztek, és vannak specialisták, és őket majd egy bizonyos értelemben a katonai ismeretek, a tudás, a jártasság, az egymás iránti való tisztelet és érintkezés szabályaira kell megtanulni, nem a szakmára. És ez a két fajta képzés biztosítja azt most már nekünk, hogy lesznek kiváló tisztjeink, és most is nagyon sokan vannak, mert akik rendszerben maradtak, azért kiválóan, odaadóan végzik munkájukat. És rendkívül fontos az, hogy az altisztképzésnél pedig megint azt mondjuk, hogy ne az iskolapadban tanulja meg, hogy mi a kötelessége egy altisztnek. Vonuljon be katonának, katonai szolgálat után kezdjük meg kiválogatni őket, akik a legalkalmasabb az altiszti beosztás, hivatás ellátására, és akkor kezdjük meg a katonai vezetőképzésüket. A miniszter elmondta, Magyarország egyelőre nincs közvetlen háborús veszélyben az orosz-ukrán konfliktust illetően. Hozzátette, a Magyar Honvédség ennek ellenére is felkészült, a NATO-nak viszont elsőként párbeszéd útján kell kezelnie a helyzetet. Én azt mondom, hogy valós veszély természetesen van, hiszen ha nem lenne valós veszély, akkor nem foglalkoznának vele ennyit a világ országai. Ez a valós veszély pedig az, hogy Oroszország és Ukrajna között nem volt baráti a viszony, talán a történelem folyamán sosem, és ezt követően 2014-ben a Krím-félsziget elcsatolását követően pedig még rosszabb lett a helyzet, és hát ami ezt még tetézte, az a vezetés
orosz ellenessége és az országban élő orosz anyanyelvű emberekkel való kapcsolat, és Magyarország részéről, ami szintén tetézi, az, hogy Kárpátalján azért a magyar anyanyelvű, magyar ajkú emberekkel való kapcsolattartása az ukrán kormánynak szerintünk nem az elvárt formában és szinten történik. Tehát veszély van, hiszen az orosz csapatok jelentős része felvonult. Azt kell mondani, hogy Oroszország korlátozott célú támadásokra Ukrajnával szemben most is képes, és ha úgy gondolja, akkor kész is ezt végrehajtani. A korlátozott célú támadásnak megvan a politikai, gazdasági miértje is, hogy így fogalmazza. Ugyanakkor én azt mondom, mint a honvédelmi miniszter és a NATO szövetséges tekintetében, hogy a NATO és Oroszország között kettős eljárásrend volt folyamatban már az elmúlt évtizedekben is. Egyik ez az elrettentés politikája, a másik pedig a párbeszéd. Tehát az elrettentés politikáját is fent kell tartanunk, ezzel üzenve Oroszország felé, hogy nem kell nagyfiúnak lenni, mert azért van itt erő, amely képes ezt a támadást valamilyen formában ellensúlyozni, de ne ez legyen az elsődleges cél. Az elrettentésnek nincs felső határa. Egyik még nagyobb erőt vonultat fel, utána a másik ezt felülírja, tehát ez egy folytonos küzdelmet fog generálni, hanem a megoldás legyen a párbeszéd. Tehát a kettős dolgot együttesen kell alkalmazni. És mi most azt mondjuk, hogy mindenkinek annak érdekében kell dolgozni, hogy a párbeszéd útján lehessen rendezni ezt a konfliktust, amely kialakult Oroszország és Ukrajna között. Kedves nézőink, Önök a 35 percet látták, amellyel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!